23. fejezet. A mesebeli herceg. Nem hagynál végre abba? A fenti szavak szinte suttogva hangzottak el, így a kisfrind azt hitte, hogy csak álmodta az egészet. Ám amikor felpillantott, azt látta, hogy az öreg kertész kinyitja a szemét és őt nézi. Uram, jön meg a fiú, ön él? Úgy tűnik, igen, Fenestor fejedne vasúhaja. Ne már nem sokáig, ha továbbra is ilyen nyomasztóan viselkedsz. A kisfrind felpattant és a készével törögette a könnyeit, és hangosan szipogott egy párat. El se tudja képzelni, mennyire örülök, hogy látom. Nyugodj meg, taknyos, és segíts inkább felállni. Aztán nagy nehezen talpra állt, és elkezdte visszapakolni a hátizsákjából kihullott holmikat. Összeszedegette a szanaszét szóródott füzeteket, kulcsokat, hajómodelleket, és közben költekedett a kis fintel, amiért mégis utána jött. Bár az igazat megvalva a titokban örült neki. Néhány perc múlva néződni kezdtek. Előtették a szemüket, hogy sikerüljön kivenniük valamit a sűrű homályban. Végül megalakították, hogy egy szűk, mély völgyben vannak, melyen egy folyó buborékoló vize folyik keresztül. A folyót egyik oldalról végtelen magas, fekete sziklafal határolta. Nos, megérkeztünk a labirintushoz, mondta Nestor, miközben még egyszer utoljára lesöpört a portaruhájáról, és elmérőzte a sebesüléseket, amelyeket szerencsétlen földetérése során szerzett. A vállai fájtak, és minden érzett véget, ahol úgy érezte, mintha reszelőt húznának végig a nyakán. Ahogy mondja, ezt a kisfint, akinek halvány fogalma sem volt arról, hogy miket beszél az öreg kertész. Ellenben már alig várta, hogy elmenjenek erről a helyről. És most mit csinálunk? Le kell mennünk, magyarázta Nestor. Ebben bajtott a fiú. Miután egy pár fából készült szárnyal felszerelkező elvetette magát egy vulkán kráterébe, úgy érezte bármilyen akadályra kész szembenézni. De szükségünk lesz valamire, ha átkelhetünk a folyón. Keresnünk kell egy csónakot a part mentén, és ha jól emlékszem, meg kell oldanunk egy rejtőnyt is, mondta Nestor, miközben a homlokát masszírozta, és megpróbált visszaemlékezni a feladványra, amely a labirintus bejáratát védte. Talán feljegyezte valamelyik füzetébe, vagy nem, de egyre megy, ő mindig kiválóan tudott rejtőnyt fejteni. Kísértett a két alakbatatott sietős léptek az aranyló fényben. Az első látványosan sántított, sűrűn kapkodta a levegőt, de láthatóan nem állt szándékában lassítani. A második bizonytalanul lépkedett, és közben félelmi sámulat keverékével a tekintetében nézekedett körbe. Nestor és a kisfint átkeltek a folyón, az öreg kertész kéznél lévő kulcsok egyikének egyikével kinyitották a kaput, és beléptek a legkülönösebb építménybe, amit a fiú valaha is látott. Egy végtelennek tűnő, fénylő folyosóra, melyet más folyosók és termek sokasságot keresztezett. A termeki része üres volt, másokban oszlopok és arkádok álltak, amelyek azonban semmiféle mennyezetet nem tartottak. Megint mások tele voltak aranyszínű teknős békákkal, melyekről finom aranylópor szállt fel. Bárhogy is álltak, mindenütt erőszél fújt, folyamatos légáramlás, mintha maga a labirintus hozott volna létre. Tudjuk, hogy hová megyünk, kérdezte egyszer csak a kisfint. Igen, felelte Nestor. Vagyis? Arrafele. A fiú elmutyogott egy pár szitkot a fogai között, majd lehajtott fejjel folytatta az útját a végére lehetetlennek tűnő folyosón. Kicsivel később összetalálkoztak az első helyi lakossal. Egy X-inkép ruhát viselő úr volt az. Elnézést, sentikált oda Nestor, és üdvözölte. Az uraság megállt. A lábán nevetséges, felkunkorodó orrú cipőt viselt, és az arcán meleg, készséges mosoly terült szét. Miben lehettek a segítségére? Kérdezte utaljasan. Majd úgy indultam végigmérte őket. Valamilyen gyűlésre érkeztek? Talán az átkozott grófság és az aprók népe nevében? Ugye az elvesztett városok, amelyikéből az egyészek a meséből? Esetleg az elsüllyedt szigetek megmentésre létrejött bizottság tagjai? A kisfint egy szót sem szólt, csak viszonozta az uraság mosolyát, majd odafordult Nestorhoz, és megkérdezte. Mit beszél az itt össze-vissza? Az öreg kertész bocsánat kérde intett a kezével, és elmondta, mi járatban vannak. Igazság szerint ez az első alkalom, hogy bejöttünk ide, és attól tartok, hogy eltévedtünk. Lenne olyan kedves és útbaigazítana bennünket? Az ENSZ-nek vagyis az egyáltalán nem létező helyek szervezetének gyűléstermét keresünk, hogy egy eltűnt szeméről tudakozódjunk. Eltűnt szemét mondott? Igen. Akkor nem a gyűlésteremre kell menniük. Az égszínkik ruhás herceg hamiskás elmosodott. Ott most éppen egy halálosan unalmas tanácskozás folyik a képzetbeli Jognapát a megye a valódi határainak kijelöléséről. Már órák óta szaporítják a szót, úgyhogy én is leléptem. Önöknek azonban az eltűnt személyek hivatalát kell felkeresniük, folytatta a herceg. Előhúzott a zsebéből egy spóni égszínkék célnát,
és lehajította a földre. Néhány másodpercig figyelte, majd ismét kézrevette. Kisertatva egy közeli folyosóra mutatott, és így szólt. Arra felé található. Először balra, majd utána mindig csak egyenesen. Aztán egy, kettő, a harmadik a jobbra, ott lesz mindjárt az elveszett állatok, és az elveszett tárgyak hivatala után, és közvetlenül az elveszett helyek előtt, nem lehet eltéveszteni. Nestor köszönetképpel röviden szavutált, mire az égszínkék ruhás férfi folytatta az útját. Hát, nem megmondtam, hogy arra felé kell mennünk, kérdezte az öreg kertész a kis tinthez fordulva.